Jó estét kívánok mindenkinek! Én Kemény Kornél vagyok, a KDSZ közgazdászok a közpolitikában világszervezetnek az elnöke. Szeretettel köszöntök mindenkit a szervezetünk, illetve az RVK szakkollégium közös rendezvényén. Örülök, hogy ilyen sokan vagyunk. Kiváltképp szeretném üdvözölni köreinkben Ángyál József professzorát. Köszönjük szépen, professzor! Pár szóban szeretnék beszélni az előadás menetéről. Először egy prezentáció fog nekünk tartani professzor úr, majd lehetőség lesz a kérdésekre. A kérdéslapokat már előre megkaptátok a padokon, és két segítőnk fogja a két szélén összeszedni ezeket. Az előadás második felében ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására fog sor kerülni. Azt gondolom, hogy manapság már egyre több ember tudja azt, hogy vidékfejlesztés nélkül, mezőgazdaság nélkül nem lehet sikeres Magyarországot építeni sem, és azt gondolom, hogy hitelesebb előadót nem hívhatunk volna ebben a témában professzor úrnál. Kérem szépen professzorat, hogy tartsa meg az előadását, a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság kitörési lehetőségeinek vizsgálatában. Köszönöm szépen! Köszönöm a felkonferálást, kedves barátok, hölgyeim és uraim, tisztelt és szeretettel köszöntök kedves mindnyájukat, megengeditek, talán köszöntek benneteket, talán nem sértő. Mindenkinek köszönöm a meghívást. Azt hiszem, hogy a közvetlen emberi szónál semmi nem érne a többet, és ezek az alkalmak teremtik meg a lehetőséget, hogy eszmét cseréljünk olyan dolgokról, amelyek jószerivel a ti életeteket fogják eldönteni. Hadd kezdjem azzal, Balogh János akadémikus úr, már nincs közöttünk sajnos, ökológus akadémikus volt, talán hallottatok róla. Nálunk az egyetemen járva kérdezték tőle, miért foglalkozik a fiatalokkal. És egyetértek vele, én is azt gondolom, hogy ez egy fontos mondat volt, azért, mert a saját korosztályomon már nem érdemes. Valószínűleg a paradigmaváltást akarunk a világban, paradigmaváltást akarunk ebben az országban. Egy tényleges rendszerváltást akarunk. Az erkölcsön alapuló jogot és politikát akarunk, ami erkölcstelen nem lehet jogszerű, vagy politikailag korrekt. Valószínűleg ez egy új generáció kell. Az én generációm valószínűleg erre már alkalmatlan lesz. Szóval köszönöm, hogy itt lehetek, és megvitathatjuk azokat a kérdéseket, amelyek valóban azt gondolom meghatározó a vidék szempontjából. Jól feladta nekem a leckét Kornél, amikor úgy konferált föl, hogy nálam jobbat erre a témára nem nagyon lehetne találni. Bizonyára sokan vannak, sőt biztosan tudom, hogy sokan vannak, akik ezt nálam hitelesebben tennék. Egy biztos, hogy az, amit én próbálok képviselni, azt meggyőződésből teszem, a lelkiismeretem szerint teszem és őszintén teszem. Tehát ilyen értelemben azt hiszem, talán az egyenes beszéd az, ami a legfontosabb. Őszintén beszélni azok a kérdésekről, amelyek talán benneteket is foglalkoztatnak, és mindannyiunkat foglalkoztatnak ebben az országban. Két részből állna az előadás, és amikor a két szervezet nagy örömömre megegyezett abban, hogy egy közös rendezvényt is tudnánk itt a Corvinuson tartani, akkor abban maradtunk, hogy nagyjából az előadás felét, első részét töltenék ki egy gondolatsor néhány gondolattal. Talán úgy mondhatnám, hogy ez egy ilyen ortodox előadás lenne. És aztán gondolom, a forró lesz, ami unorthodox lesz. Nyilván olyan kérdések, erről érdemes beszélni, ami benneteket foglalkoztat. Tehát nagyobb hangsúlyt én arra helyeznék, ami majd kérdések formájában fölmerül. De mégis hát néhány gondolatot érdemes elmondani. Különösen, hogy versenyképességről, hatékonyságos egyebekről tanultok, és beszéltek a Corvinuson, vagy nagyon szívesen jövök. Említettem a kollégáknak is, hogy kerekes professzorúrral, másokkal, hosszú ideje együtt dolgoztunk, az előcsatlakozás előkészítésén is együtt dolgoztunk, zöldre lévő és egyéb ügyeket együtt vizsgálgattuk. Sőt, hát volt egy időszak, amikor az integrációs láz elhárasztott az egyetemeket, amikor fölmerült az is, hogy akár szervezetileg is tartozhatnánk ide, aztán most hallom, hogy fölmerült az, hogy a Corvinus tartozhatnak. Gödöllő és mindenféle forgatókönyvek voltak, azt hiszem lecsillapodott most már ez a láz.
Mindenesetre régi és jó baráti kapcsolatok fűznek ide, hát szívesen jöttem hozzátok, és ez egy olyan közeg, ahol valóban szívesen beszélek ezekről a kérdésekről. Akkor nézzük ennek az ortodox részét. Ha versenyképesség hatékonyságról szokás beszélni, akkor hát legalábbis azt jó tisztázni, hogy kinek és minek a hatékonyságáról versenyképességről beszél. Ugye nem ugyanarról beszélnek, elbeszélnek egymás mellett a szereplők, ezért én egy picit tágasabban hátralépve szeretném ezt a kérdést megközelíteni. Tehát a nemzetstratégiai megközelítésből szeretnék beszélni a mezőgazdaságról és a vidékfejlesztés kérdéseiről. Erről a háttérről egy picit beszélni. Azután szeretném ezt egy picit körbejárni, milyen mezőgazdaságról beszélni. Attól függően mi van a fejünkben, a jövőt illetően teljesen más mezőgazdaság alakul ki. Attól függ, milyen értékrendmentén fogalmazunk meg a mezőgazdaságot. És a végén egy picit a nemzeti vidékstratégiáról is szeretnék nem sokat beszélni, arról a stratégiáról, amelyről mi a választások előtt megállapodtunk, amelyet a kormány azután, miután én lemondtam, márciusban elfogadott, nagy örömömre egyébként, talán a lemondásom is gyorsította ezt a folyamatot, hogy a kormány elfogadta, amiben rögzítettük azokat a értékeket, elveket, amivel én is szeretnék itt beszélni, ennek a struktúráját megmutatva. És hát ezt követően, hogyha ezekről a kérdésekről néhány mondatot elmondtam, akkor kérnék rá kérdésekre, és egyfajta fórumot tartanánk. Nézzük akkor először a hátterét a dolgoknak. Miről is szól ez a történet? A nemzetek modernkori biztonsága, ha innen érdemes kiindulni, egyáltalán nem attól függ, mint a 19. vagy 20. században. Bár az sem baj, hogyha a honvédség meg a nemzetbiztonsági szolgálatok működőképesek, szóval az is egy elképesztő helyzet volt, amiről voltam, amikor megkérdezte a miniszterelnök a honvédelmi minisztert, amikor 30 volt közben a kormányváltás után, hogy csak hány embert tudunk kivezényelni a gázakra, mármint tartalékos, és akkor azt mondta, hogy talán 10. És akkor a miniszterelnök úr megkérdezte, hogy hát hány emberünk van? Azt mondja, 18. Tehát az a hadsereg, amelynek a hátterében 18 tartalékos van, az se egy nagy nemzetbiztonsági szempontból megnyugtató helyzet. De mégse elmondom, nem azt határozza meg ma a nemzetek biztonságát, mint a 19. vagy a 20. században, hanem sokkal inkább az élelmezési és élelmiszerbiztonság. És ahogy nő a népesség és növekszik az igény az élelmiszer iránt, ez egyre inkább meghatározó lesz. Tudsz-e garantálni az élelmezésben, ami a mennyiséget jelenti, és az élelmiszer biztonságban a saját néped számára egyfajta biztonságot? Ide tartozik a víz energiállátás biztonság. Nem véletlen, nézzétek meg a nagy multinacionális korporációk erre az erőforrások próbálják rátenni a kezüket, mert aki a vízcsapokat tartja a kezébe, az meghatározó, hogy mi történik az adott nemzettel. A Hóta amerikai nagykövetnek van erre egy nagyon érdekes mondata, ha megtalálom, akkor akár föl is olvasnám, mert nagyon tanulságos, és valóban erről szól a történet. Kissingernek hívták az amerikai külügyminisztert, nem régen, néhány hónappal ezelőtt nyugatkozott egy angol portál. Tehát nem egy régi elképzelés. Ezt mondja, ellenőrizt az olajat és ellenőrzött az államokat. Ellenőrizt az élelmiszert és ellenőrzött a népeket. Az élelmezési élelmiszerbiztonság, vízellátás biztonság, az energiállátás biztonsága, ezek az igazi nemzetbiztonság kérdések. És egyre inkább ezek lesznek. Ebből a szemszögből kell tehát ezeket a területeket kezdeni. És ide tartozik a környezetbiztonság. Van-e terep, ahol regenerálódhatsz? Visszavonulási terep. Egy olyan környezet, amiben biztonságban vagy. Hogy is néz ez ki ma az ellátás? Erről szeretnénk majd később beszélni. De ma úgy történik például az élelmezés, ami elképesztő a világon. És egyáltalán nem nevezhető ilyen szempontból biztonságosnak ez az élelmiszerellátás, hogy kívülről befelé szállítunk. Én egy holland tanulmányban olvastam adatokat, arra vonatkozóan, hogy az élelmiszerek mennyit utaznak, mire a földtől az asztalig kerülnek.
Én egy egyszerű példát vettem, mert ezen a telepen olyat kell mondani, már értve ez alatt ezt a kalandúrás politikai telepet, hogy a Ámpikától fölfelé is megértsék a példát. Tehát, én a sárga lépát vettem ki, mert hát azzal még a mezőségi miniszter is találkozik, ha máshogyan a boltban. Tehát, egy átlag sárga lép, aminek az a szerencsétlen sorsított ezen a világon, ebben a globalizált világban, hogy bekerülni az őrületbe, a fülalámurcolászás őrületébe, ami nyilván bizonyos logisztikai, meg egyéb érdekköröknek, energetikai érdekköröknek, kereskedelminek megfelel a tőke érdekeinek. De ha megkerül ez az élelem, szerencsétlen élelmiszer, ez a sárgarép, akkor mire a főtől az asztali út 1847 kilométert utazik. 1847 kilométer, miközben ott helyben ott megy tönkre a helyi gazdaság által megtermelt répa, ott a vehemben, mert nem tudja eladni a répát. Ez egy elképesztő helyzet. És addig működik egyébként ez az ügy, addig lehet viszonylag olcsón hozzájutni az élelmiszerhez, hogy meg nem szűnik teljesen a helyi gazdaság. Ha megszűnik a helyi gazdaságot, és nincs helyben termelés, akkor nincs más, csak az, ahonnan 1845 km út után megkapjuk ezt a sárga répát, mikor 5 km-en belül ott a répa. Tehát, hogy ez ma, ez a nemzetbiztonsági kérdés hogy néz ki, maga az alapkoncepció tehát arról szól, hogy várost és vidéket összekapcsoljuk, a vidékstratégia is erről szól. És ahogy ez normálisan régen történt, azt mondtuk, hogy város és vidéke. A város számára egy természetes visszavonulási telepet, egy regenerációs telepet, egy megújulási telepet jelentett a vidék. Város és vidékéről beszéltünk, így mondtuk, város és vidéke szorosan összetartozik egymással. A vidék pedig ellátja élelemmel minden egyébben a várost, a város pedig szolgáltatások nyújtásokat nyújt a saját vidékének. Nem véletlen, hogy ezt mesterségesen szétválasztották. Leválasztották a várost a saját vidékét. Ez a szerves kapcsolat megszűnt. Anélkül nem beszélhetünk nemzetbiztonsági szempontból meghatározott élelmezés és élelmiszerbiztonságról és egyéb ellátási biztonságról, amíg összenek kapcsoljuk újra ezeket a szervesen összetartozott ügyeket. Mitől függ végül is ezeknek a nemzetbiztonsági kategóriáknak a helyzete, állapota? A természeti erőforrások és rendszerek állapotától és birtoklásától. Kinek a kezében vannak azok az erőforrások, amelyekkel ezeket garantálni lehet? A vízbázisok és az ökológiai rendszerek kinek a kezében vannak? Ki tartja a kezében? Lehet-e nemzeti hatáskörben tartani ezeket? Sikerül-e visszaszerezni, ha már nincs nemzeti hatáskörben? Ide tartozik az energiahordozók ásványkincsek kitermelésének a lehetősége. És ide tartozik a termőföld mindenekkel. Talán a termőföld az, ami a legtöbb szempontból kapcsolódik, tulajdonképpen a környezetbiztonsághoz is egy kultúrtájat tart fönn a mezőgazdaság a termőföldön keresztül. Ez alatt vannak a vízbázisaink, vagy emellett ugye felszín és felszínötti vízbázisaink, és az ökológiai rendszerek is itt hálózzák be ezt a kultúrtájat. Tehát a termőföld állapota és birtoklása ez alapot is meghatározó ebből a szempontból is. Kinek a kezében van tehát mindez, és milyen állapotban van mindez. Ezt határozza meg a nemzetek jövőbeli, mai és jövőbeli biztonságát. Kérdés, hogy ez fontos kérdés. Mert ha itt azt válaszoljuk, hogy ez nem érdekes, akkor én nem is érdemes folytatni az előadást, akkor kezdhetjük is a vitát. Én azt gondolom, hogy ezek fontos kérdés. Tehát szeretnénk itt a Kárpát-medencében megmaradni és biztonságban lenni. Szeretnénk, hogyha Magyarország megmaradna. Itt ezeknél a természeti erőforrásoknál nagyon durván tetten érhető az érdekütközés. Milyen érdeket ütköznek ezekkel? Corten, Bill Corten, biztosan hallottátok a nevét, amerikai professzor, közgazdász professzor, Tők és Társaságok Világuralma című könyvében ő írt először nagyon világosan arról, hogy is működnek ezek a nagy korporációk, és milyen érdekek, milyen értékek, vagy értéktelenségek, és milyen érdekek veszélyezik ezeket a nagy korporációkat. Tehát ő azt mondja, hogy egyfajta modern kétpártiság alakult ki a világban, így nevezi, nem politikai értelemben beszél kétpártiságról, ahol az egyik oldalon állnak a globális tőke érdekek a helyi rezidenseikkel, ugye
Ez aztán összekapcsolódik, és egy adott nemzeti tőkéscsoport adott esetben részemnek a globális világnak. Nagyon szépen látjuk, mondjuk a legnagyobb agrár érdekeltség, hogy idehozzam, és hogy hogy működnek ezek az érdekeltségek, például a Bonafarm csoport. Ugye ez az a csoport, Csányi Sándor által nevével fényjelzett a csoport, amelyik a legtöbb agrár támogatást vette 2015-ben igénybe. Ez 4 milliárd forintot emelt ki a közös kasszájára. Létrehozott a Bonafarm csoport működtetésére Szingapurban egy offshore céget. Ugye ezt nem kell magyarázni, milyen célra szokták létrehozni, vagyis valószínűleg az urak nem nagyon akarnak befizetni a kasszából, csak kivenni onnan. Az erőforrásokra igényt tartanak. Bejelentette most a zenélő listáló, talán hallottátok a hírekben, a zenélő rékondicionált tehenészet, 2500-as tehenészetének az átadásán, hogy ő igényt tart a földre, mert a 2500 tehénhez neki föld kell. Ha most a földtörvény úgy működik, ahogy ők beredukták, akkor 2 hektár jár számos állatonként. Ez azt jelenti, hogy 5000 hektár is kéne ott a környéken, ahol minden takarmányellátáshoz. Mindezek után nem itthon vásárol alapanyagot. Én magam állítottam össze azt a listát, a musipari cég listáját. Tudnék, nem csak az elprivatizált állami gazdaságok tartoznak ehhez a cégcsoporthoz, hanem nagy élelmiszeripari érdekeltségek is, például a PIT csoport, mert több gyára is. Nem itthon vásárol. Ugye mitől lenne állattenyésztés, hogyha alapvetően nem itthon vásárol egy ilyen nemzeti tőke érdekeltség. Ezt azért mondom el, hogy a nemzeti tőke, a helyi rezidensek és a globális tőke közt nagyon sok a hasonlóság, tehát én igazán nem is tudom eltűnteni a két érteket egymástól. Azon a listán 150 cég szerepel egyébként, amit miniszterelnök úr kért tőlünk, és összeállítottuk, én adtam át a kormányülésen miniszterelnök úrnak. Ez akkor derült ki, hogy itt valami probléma van, amikor csak példaképpen mondtam, hogy hogy működik ez a tőke, amikor a magyar kormány a német dioxinbotrány hatására moratóriumot rendelt, és azt mondta, hogy ide nem hoznak belőle ellenőrzetlenül húst. Nem lehet földolgozni, bedolgozni, és akkor minden költség azokat terhelődik importálnak, akkor nem a németek tiltakoztak, hanem például ennek a csoportnak a gazdatisztje, mert az azt mondta a minisztérium, hogy azonnal állítsa le a magyar kormány ezt a véleményeket. És ennek hatására készült ez a lista, hogy nézzük már meg miniszterelnökről kezdve, hogy hogy van ez. Lehet az, hogy a nemzeti tőke nem itthon vásárol, amikor előállítja az ünnep hungarikum termékeit. Hát mondom, előfordulhat ebben a provokában. Összeállt a lista, amin 150 cég szerepel, ezek azok a cégek, hát a többsége a magyar húsipari cégeknek, azok a cégek szerepelnek, amelyek részben vagy egészben nem hazai alapanyagból dolgoznak. Szerepel a PIK is, például a szegedi egység 51%-ban német húsból dolgoznak. Most ugye a szép a dologban az, hogy még hogy működik ez az egész ügy. És milyen a közhaszna? Ugye erről beszélünk itt tulajdonképpen, amikor politikákról beszélünk. Milyen közhaszna? Használjuk persze természetesen nemzeti jelképeinket. Hát föl van trikolorozva elő-hátul, meg magyar termékindúgy elő, meg hungarikum, meg minden szerepel ezeken a termékeken. Mert azt tudja, hogy itthon annak más a fogadtatása, hála jó Istennek van már. Tehát az egyik oldalon állnak ezek a tőkeérdekek. Mondja Korten, azért hoztam a példát, hogy brutálisan szembesülünk azzal, amiről Korten beszél. Hát itt van előttünk. A másik oldalon azt mondja állnak a helyi közösség és a környezet értékelés érdekei. Ez a kétpártiság. Ez dominál a világban. Nem csak nálunk, általában. És azt is mondja, és ez azt hiszem, hogy megfontolható. Attól függ, hogy ez most katasztrofális következményekkel jár-e a közösségekre, így mondom a nemzetre, családra, helyi közösségekre, hogy az állam, amit a közösségek azért hoztak létre, hogy kijelölje, hogy mettől meddig mozoghat ez a hontalan tőke, és az értékeket jelenítse meg, és védje meg azokat az értékeket, amelyeknek a többsége nem piaci kategóriára tartozik. Az életünk nagy része nem a piac által vezére. Az értékeink túlnyomó többsége nem a piaci értékekkel összefüggő érték. Ha a közösség ezeket meg akarja tartani, és ezeket értéknek tartja, akkor az államnak oda kell tennie a csörökölt, hogy meddig mozoghat a tőke. Hol nem pusztulnak el ezek az értékek?
az a kérdés lehet, hogy az állam, amit a közösségek hoznak létre, azért, hogy az érdekeiket megvédje, és amelyet a közösség tartanak föl az adóforintjaikból. Most ez az állam, ez hova áll? Az a helyzet, hogy a világ sok térségében az állam átáll a tőke oldalára, és itt van a nagy baj. Ha a tőke érdekeket jelenítünk az állam maga is, aminek pont nevezem, a feladatoknak, ezendől áll vagy bukik, és ezért mondtuk azt, hogy az államot vissza kell szerezni, és a közösséget, a közjó szolgálatába kell állítani az állam. A közpénzeket a közjavára kell eltölteni, és az állam minden intézkedésének, törvényeinek, rendeleteinek a közjót kell szolgálni, mert ezért hozták létre az államot. Ha ezeket nem tesszük meg, nincs szükség államra. Minek az állam? Hát csak zavart okoznak. Akkor rá lehet engedni a szabad piacot, aztán intézzel, nem, kőkövön nem marad, ezt jelentni szeretném. Kőkövön nem marad. Ezért mondtuk azt, hogy ökoszociális piacgazdaságra van szükség. Ugye a piacgazdasági modell az első. A kapitalizmus első időszakban a piacgazdasági modell, természetesen. De nagyon gyorsan kiderül, hogy csak ez az egy vezérel van, akkor nagyon nagy bajba jutunk. Először a szociális piacgazdaság, ez a háború után, ugye? Amikor a társadalom értékei, érdekei mentén korlátozni kell ezt a korlátlan mozgást. És a 80-as, inkább a 90-es évek terméke az ökoszociális piacgazdasággal, a környezet is bejön. A környezet értékei mentén is bizony korlátozni kell a tőkének mozgását. Beavatkozó államról beszéltünk, méghozzá a közösségek értékei és érdekei mentén beavatkozó erős államról beszéltünk. Nem egy gyenge állam, nem egy kivonuló állam, hanem egy erős államról beszéltünk. Szándékosan provokatív dolgokat hozott ide, mert ezekről azt hiszem, hogy hosszan lehetne önmagában is vitatkozni. Most ezek a teljesítmények, ez nagyrészt a vidéknek a teljesítményei, amik ezeket a nemzetbiztonsági ügyeket meghatározzák. És a vidéki térségek európai kartáján, itt a címoldalon talán láttatok, amikor az idézetet hoztam, mondja azt, azon túl, hogy város és vidék közös sorsan osztoznak, mondja azt, hogy a vidék gerince a mezőgazdaság. A föld, nem csak az alaptevékenység, a föld, és az ahhoz kapcsolódó, vagy arra építhető. Csomó minden építhető arra az alaptevékenységre, ami az ágerhez, a földhöz kötődik. Nem a biznisz után a mezőgazdaság, hanem agrikultúra. Az ágerhez, a földhöz kötődő kultúra, aminek része a biznisz. Természetesen egy gazdaságjáról van szó, ennél sokkal szélesebb ügyről beszélhetünk. Nem akármilyen mezőgazdaság lehet azonban alapja a vidékfejlesztésnek, egy iparszerű, gyárcsarnok szerű, néhány tőkéstársaság által működtetett vidék, a mezőgazdaság nem tudja fenntartani a vidéket. Erre meg példákat is szeretnék hozni nektek. Egymásra utalt területekről van szó, csak gyorsan végigpörgetem. A környezet maga meghatározza azokat a gazdálkodási módokat és annak az intenzitását, amit az adott tájon működik. Nem kell kitalálni, ezeket évszázadok során az alapelveket kiválogatta a szerves fejlődésen. Olyan, mintha kísérleteket végeztek volna az előző generáció. És kipróbálták, hogy mi működik ott jól. Nem úgy azokkal az eszközökkel működtek, de az elvek azok megvan. Minden tájon megvan az a speciális szerkezet, ami ott az évszázadok tapasztalata alapján működik. És ez a mód és intenzitás meghatározza a környezetminőséget és a termékminőségét, és az a környezetbiztonság, élelmiszerbiztonság, mindez együtt az élet minőség meghatározója. Így függnek össze ezek a területek. Ha persze csak egy ügyű mezőgazdaságról beszélünk, vagyis egy ügyjel foglalkozunk, és ez pedig a tőke megtérülés hatékonysága, vagy a befektetési megtérülés hatékonysága, ezt elfelejthetjük. De annak katasztrofális következményei lesznek a környezetre is, és az életünk minőségére is. Nem lehet csőváltó. Nem egyedül a tőkevekedés hatékonysága határozza meg. Különösen nem a mezőgazdaság, és különösen akkor nem, ha ezt egy nemzetbiztonsági megközelítésből értékeljük. Ez nem egy a gazdasági ágazatok közül. Milyen mezőgazdaság is figyelme? Mit várunk a mezőgazdaságtól? Csak felsorolás szerint. Ha ezzel egyetért a társaság, hogy ezeket várjuk a mezőgazdaságtól, akkor érdemes találkozni.
egészséges és biztonságos élelmiszer is egyértelmű feladatása van. Nyersen, palatanyag, esetleg energia, bár óvatos vagyok, mert ostobaság a termőterületeinket, amely élelmiszer termelésre alkalmasak, energiatermelésre felhasználni. De ez egy külön téma, ha szükséges, erről beszélhetünk bioetanol és egyéb ügyletekről is szívesen. Meg ne újítasz a nyersanyagot és energia takarékos felhasználását várni. Ez egyik a végéhez. Lehet ezt még újtogatni egy kicsit. A törvényszerű, ez piaci törvény tényleg, hogyha nő a kereslet és a véges mennyiségű termék a végéhez közeledik, exponenciálisan nő az ára. Soha nem lesz ugyanolyan olcsó a műtrágya, a növényvédőszer, se semmi. Azok az inputok, amik a mezőgazdaságot bemennek. Ostoba az a stratégia, ami arra alapoz, hogy ezt növelni fogjuk. És így fogunk az intenzitás növeléssel képzelőre menni. A talaj fizetett levegőt érintő környezetterhelés csökkentése. Rájön az ember, hogy jobban jár, hogyha olyan rendszereket alkalmaz, amik nem teszik tönkre ezeket az erőforrásokat, mint ha azt mondjuk, hogy na majd a profitból remediáljuk a talajokat, meg helyreállítjuk az élővilágot. Többe kerül. A társadalmi költségei sokkal magasabb annál, mint amennyit ez a best profit ebből profitként veszettetünk. Kultúrtáj ápolása, biodiverzitás fenntartása, egy élhető világot akarunk, nem? Hát ki az a bolond, most bocsánatot kérek, aki egy 100 kilométeren keresztül kukorica tábla van vidéken, és akkor ő úgy dönt, hogy van két hete szabadsága regenerálódni, hogy ő akkor ott fog például regenerálódni, és beveszi magát a kukorica tábla közepébe. Egy szállító üzem mellett, ott a családi Tamás úgy dönt, hogy a szállító üzem mellett akarja eltöltetni azt a két hetet. Semmi nem kapcsolhat le ez a dologhoz. Egy gyárcsarnok, hát olyan, mint hogyha bemennél valamelyik gyárba, és ott akarnál regenerálódni a szabad mellett. Ez nem is mezőgazdaság, ez biológiai ipar. Ipar csarnokká teszi a vidéket. Hát most kérdés, hogy fontos-e nekünk, hogy megmaradjon egy élelmi vidék, vagy nem fontos. Ha nem fontos, akkor ezt is felejtsük el. Kulturális és agrikulturális értékek megőrzése. Mondom még egyszer, agrikulturának hívják. A földhöz kötődő kultúrának. Ennek része maga a gazdasági része is természetesen. De mi sokkal több. Hát látjuk, hogy miket várunk tőle. És még egy nagyon fontos dolog, amit meghatározom aztán az utóbbi időben, különösen Európában, és hát Magyarországon is arról beszéltünk, hogy hát munkahelyeket kéne teremteni. Tehát egy olyan mezőgazdaságról van szó, ami munkalehetőséget és elfogadható jövedelmet biztosít a lehetőlegtől ember számára. Kérem, a vidékfejlesztési, beruházásfejlesztési támogatások 300 milliárdja, ez konkrét adat, megnéztük a Féridei vizsgálatnál, 300 milliárdot úgy költöttünk el ilyen olyan nagy telepi rekonstrukciókra, nagy állattartó telepek, amiknek a többsége már nem is magyar kézben van egyébként, mert szétprivatizált. Tehát olaszok majd nem tudom ki, mert a kezében vannak ezek a telepek. 300 milliárdot a vidékfejlesztési forrásainkból úgy kötöttünk el, hogy ennek hatására tervezetten 3500 fővel csökkentek foglalkoztatási kapacitás. Hát természetes, mert hát az én munka hatékonysága hivatkoz az, hogy egy csökkentem a foglalkoztatást. De akkor most akarunk az embereknek munkát adni, vagy nem? Hát ha ezen az útban megyünk tovább, akkor a végén az utolsó ember lekapcsolja a villanyt, mindenki hazamegy, automatizált az egész, és nézzük, milyen hatékonyan járnak föl alá a gépek, és termelnek profitot a tőkebefektetőnek, miközben az emberek semmiféle munkát megjelentést nem találnak. Hát ez kérdés. Akkor mi ezt nem akarunk. Így fogalmazódik meg a több funkciós európai adatállapot. Tudod, hogy ezek az elvárások. A 90-es évek, 92-ben indul a közös agrárpolitika reformja, ezek a gondolatok fogalmazták, meg menjünk vissza a tájhához, hát mi is akarunk a mezőgazdaságtól. És azt szerint kell egész politikánkat átalakítani. Elmondja azt, hogy több funkciós európai agrármodell, a mezőgazdaság kettő szerepbe kerül, méghozzá ezt megnézzük az elvárásokra, két csoportra sorolható. Döntjen a piac által szabályozott termelési feladatot. De azt mondja, hogy hát ez alapvetően a piac, aki ezt szabályozza. Azért a csavargyárosságok csavarunként egy eurocentet, mert termel csavarokat állít elő. Ugye? Ezt önmagában közpénzt nem igényel. Miért igényel a közpénzt? Itt vannak az élelmiszer előállítás, és itt van nem élelmiszer ciklus. De vannak a mezőgazdaságnak hagyományosan is, meg az új modell szerint is. Olyan teljesítményei, amire viszont közpénzt kell adni, mert a piacon nem születnek meg. Milyenek, mit ez? Társadalmi szolgáltatások azt mondja. Nem importálható közjavakat is előállít a mezőgazdaság. Ha most megnézzük a elvárt teljesítményeket, látjuk, hogy a többsége ilyen nem importálható közjavak kategóriába tartozó elvárás.
Ide tartozik a környezeti ökológiai teljesítmények széles köre, fönt, és ide tartoznak a foglalkoztatási, szociális, regionális, kulturális funkciók, amiket nem az igazság alapján. Ezeket a piac nem fog feltenni. Ha csak a piacra bízunk, nem születnek meg ezek a teljesítményei a mezőgazdaságnak. És itt egy nagyon nagy váltás következik be. Korábbi időszakhoz képest a gondolkodásban, amikor azt mondja, eddig azt, ahhoz kötöttük alapvetően a támogatásokat, hogy mit és mennyit termesz, direkt támogatásokkal. Ezentúl pedig ahhoz kéne inkább kötni, hogy hogyan. Hogy ennek milyen hatásai vannak a minőségi élelmiszertermelésre, a környezetre, és a vidéki társadalom megmaradására, a helyi közösség, helyi gazdaság megerősítésére. Ez a kérdés. És annál inkább érdemes a mezőgazdaság ezekre a központi alatti fizetésekre, minél inkább nyújtja ezeket a teljesítményeket. Ha nem nyújtja, a közjog szempontjából mérhető haszna nincs, akkor nem kell ezzel foglalkozni. Akkor intézel a piacot. Nem közpénz kérdése. Álljon a jóisten, csinálhat ilyen. Senki nem mondja azt, hogy nem lehet ilyet csinálni. Csak ne tartson igényt a közpénzekre és támogatásra. Azokat csak azért szabad adni, hogyha a közjó szempontjából mérhető teljesítményei vannak. Azt mondják, hogy mondjuk a nagy agrár cégekről, hogy hát ők adóznak. Az igaz 94 milliárd forint, amit befizettek 2011-ben. De most, hogyha csak ezt az utolsó szempontot veszük ott, hogy munkalehetőség, munkahelye. Ha abban az irányba megyünk, a közmunkaprogramra egyedül, a munkanélkül maradt vagy lévő emberek foglalkoztatására egyedül 2000, most ebben az évben, 2012-ben 134 milliárdot költ ez az ország a közös kasszára. Azt se fedezi a befizetés ennek a társaságnak, ami egyébként közmunkaprogramra költünk el ebből a kasszáról. Nyilván nem csak a mezőgazdaság tartozik ide, de nagyrészt vidéki térségekben zajlik ez a közfoglalkoztatás, és olyan emberekkel, akiket foglalkoztatni lenne a mezőgazdaságban, nem olyan rendszerek lennének, amelyek kiszorítják az embert. Hivatkozva vélünk a képviselőt. Ez alapján fogalmazza meg ezt a kétpilléres modellt. Az európai közösség, a közös agrárpolitikánk ez egy ilyen alapátrája, ahol azt mondja, hogy vannak piackpolitikai eszközök, amik termeléshez kötöttek, ezek a régi eszközök, bevételtámogatások nincs lehet mondani, és aztán vannak a vidékfejlesztési politikai eszközök, azt mondja, kifizetések, közjavakért. Ha van ilyen teljesítményt fizetünk, ha nincs, akkor nem fizetünk. És az élelmiszertermelés, környezeti funkciók és a vidéki funkciók szempontjából lehet ezeket a kérdéseket minősíteni. Ez egy ilyen alap ábrája a közös agrárpolitika reformján és a jelenlegi időszakban. Ezen belül a föld és birtokpolitika kiemelt szerepet játszik, ez jelenti az alapján az egész agrárpolitikán. Milyen szerkezetben, hova kerül a föld, kit milyen szerkezetben használják, művelik, milyen földvételekkel. Ha lehet egy ilyen forgatókönyv, és ezt megpróbáltam tudom, hogy tökölök meg kettő társaságnak adjuk ezt az erőforrást, tehát a földet. Meg is történt ez. Nagyjából az észak-amerikai tőke a falu népességét, a családokat fizikailag elzavarva a területen, a rúgba voltak. Néhány ember kiválogatott közünk, akik a bérmunkásként évére alkalmazott, még örülhettek annak, hogy igazán van munkájuk. A többieket elüldözi a telepről, nagyvárosok körül ezekből a falusi családokból bedúválódik az ottani gettók népessége, a szociális egészségügyi és mindenféle problémájával, ami meggyomorítja a város és az egész társadalmat is. Ezért szeretném ezt hangsúlyozni, mert ez a modell, ez nem csak a vidéket jelent. Ez a város is katasztrofális helyzetbe hozhat. Látjuk, milyen nehéz innen kikapaszkodni. És a vége az, amit Chávez csinál, hogy szétszakad a társadalom, a nyomorgó millió és egy egészen szűk elit, aki ennek az eredményét élvezi, és utána jön és állósít ugyan. Így forog körbe a történelem egyébként. Jó lenne elkerülni ezt. Jó lenne, hogyha nem szabad szakítanánk, mint mesterségesen szét ezt a társadalmat, egy egészen szűk elit érdekében, én is figyelmi kívül vagyok. Nem csak a tőkebefektető társaság szempontjait vesszük figyelembe, hanem bizony helyi közösségeket és azok megmaradását, erősödését is figyelembe vesszük. Ezt hívják bioamerikai modellnek. Itt nagy latifundiumok alakulnak ki,
több ezer, tízezer hektár, és amikor azt mondja, hogy azt mondja, hogy az ő 2800 hektáros gazdaság az közérbirtok, hát természetesen, de ott ez tényleg egy közepesnek számít. De akkor azt javasolja az ember, már ilyet nagyon óvatosan mondhatok utána, amit Gyurcsány mondott, hogy hát esik, akkor elmegyél Amerikába, aztán ott lehet akkor ilyen birtokokat kialakítani és így működni. Itt azt szeretnénk, hogy sok embernek munkát megétel is tartjon a föld, és sok családot megtartson, helyzetőséget megtartson, és erre alkalmunk ezek a birtokok. Nem is erről szól ez a történet. Ezzel szemben egy-két jellemző, egy ügyű ez a dolog. Egy ügyel foglalkozik, egy jó az a magyar nyelv, mert primitív azt is jelenti, az egy ügyű. Ez egy primitív, egy ügyre koncentrálható dolog, meg egy ügyel foglalkozó dolog is, egy ügyű mezőgazdaság. Iparszerű nagy üzemet jelent. Kérem szépen, ezeknek a nagy üzemeknek az átlaga 3160 hektár az Eurostat legutóbbi adatai szerint Magyarországon. Tehát ez nem a prócska birtokok, ez a valamikori nagy birtokrendszernek a tulajdonképpen minden életése más formában. És hát ugye a TSZ-ek állami gazdasága korszakára visszagondolva, a TSZ-eknek is 5000 hektár körül volt a végén az átlag, 1500 TSZ volt itt meg 100 állami gazdaság nagyjából. Amit jelzem, csak zárójel vagy szét voltak azokat, tehát a magánvagyonuk nagy részéből lettek. De ilyen életek voltak, és ott voltak olyanok, amelyek 10.000 hektárt elértek állami gazdaságban. Van ennek egyfajta 40 éves előzménye, és van egy korai nagybirtok előzménye is az annak. Iparszerű nagy üzemekre. Rendkívül energiaigényes. Na most gondoljátok el, az emelő istállóban milyen erőre fogy el? Hát a légkondicionálék, a szerencsétlen marhák, ez egy humi-humi szőnyegen mászkálnak. Mert kvarcfogok olvasták, nem tudom olvasták. Hát ilyeneket az 50-es években olvastam én, vagy onnan olvastam, hogyha egy zenét hallgatnak, a tehenek jobban fejelnek. Tehát agyrém, szakmaiak is agyrém, elengedik egy nonsens egyébként. Tehát ez rengeteget használ fel abban az előtúrásban, hogy el fog folytni. Egy baj van ezzel, csak hogy közpénz is elég sok van benne. Elég rendes támogatást is beletettek. Ezt hobbiként egy bankár elkölteti a pénzét, ott van a karját, így értett el egyébként. Jelzem azért azt, hogy ennél a foglalkoztatást is szeretnék idehozni, mert foglalkoztatási támogatást is kapott, mert 56 munkahelyet az a tétel. Egy munkahelyét, miután 3,5 milliárd forintot az örvázás, 60 millió forintba került. Egy munkahelyét, és 60 millió forintba, annak jelentős része közpénz volt. Mi annak idején a hangokat hogy szívtuk az előző kormány alatt, hogy viszont 40 millió forint körül volt egy munkahelynek az létrehozása, amivel nekünk kerül. És hogyan hozza létre az új munkahelyeket? Nem nagyon figyeljetek el. Mindig ez történik. Úgy, hogy közben máshol megszünteti a munkahelyeket. Összehordta a teheneket, 2500-at egy nagy telepre, mert ott hatékonyabban tudja bizonyos szempontból működtetni, és megszüntetett több telepet. Akkor meg 150 ember elbocsátott. A mérleg az nem kérdéses, hogy ilyen. Ebben összedő. Energiaforró rendszerekről passzol, és ezeknek a múlt problémája itt van, hogy időeknek, mint példa került fölmutatásra el, és mint hogy jelzetni a jövőt. Nagyon baj van, hogyha ezt állítjuk példaként. Tömegtermés itt. Specializálni kell. Bizonyos termékekből kell nagy mennyiséget állítani. Én szó arról, hogy a Kárpát-medence egy széles környezet, ahol hogy az élőhelyek sokassága, vagy a termőhelyek sokassága a termékeknek a színességét tudja biztosítani. Ostoba az a stratégia, ami néhány növényi monokultúrás termesztésével meg akarja tölteni a Kárpát-medence kukoricával, hogy fulladjunk bele. Ostoba. A Kárpát-medence nem ennek a medencei jelleg, hogy mész a perifériák felé. Képvisel a lépésre új élőhelyeket, a szőlő, gyümölcs, kertészet és a többi rengeteg lehetőség. Pályanként ez nagyon színes szerkezet. Ostobaság ez monokultúrás növény termesztése, vagy valamilyen rendszerrel. A Vidék Stratégia is azt mondja, hogy a családi gazdaság, a családok természetes személyek, gazdaságokról beszéljük inkább. Sok-sok előnye van ennek, ha szükséges, ez külön is kifejtett. De ez úgy működik a kisebb egységek, a mozaikok, kisebb mozaikokból építkező gazdaságszervezet, hogyha amikor a piaccal kapcsolatban kell, hogy szövetkezik, ezt szándékosan hallgatják el, és azért
mondja a Raskó is, hogy én itt spanzent akarok Magyarországon, mert próbálok beállítani, hogy ez tök hülye. Körülben ez a most a lejáratásnak ez a fázisa van, hogy hát szerencsétlen írógat az asztalnál. A szövetkezeti modell Magyarországon is működött, két világháború közt is működött, tisztességes szövetkezetek voltak. Mert ugye az önálló gazdaságok, azért, hogy a piaci versenyben hatékonyabban tudjanak föllépni, amikor beszereznek, vagy feldolgoznak értékesítenek, akkor összefogva csinálják. Helyetek ki az emberölnyébe ementált ismerős. 15-20 hektáros legelőkön a svájci paraszt családok kiválóan megélnek. De alkalmaznak közösen például egy sajtgyár. Van egy sajtgyár. És ezerféle sajtot állítanak el, együtt márkázzák, viszik a piacra, és a teljes vertikumnak a nyeressége visszakerül az alapítókhoz, akik a szövetkezetet létrehozták, így lehet megélni. Nem kell gigabirtok hozzá. Isten ősz. Ez a tradicionális forma, és az Európa is ez, mindjárt megmutatom nektek, hogy föl is néz ki. A közhasznok sokkal inkább kézzelfogható. Meg a földet is így lehet megvédeni. Ugye most arról beszélünk, hogy a külföldiek elveszik a földet. Jogszabályokkal nem lehet. Mert ugye kettőn áll a vásárta, vagy el akar járni, el fogja adni a földet. De különösen 2014 után, amikor liberalizáció történt, de bele se szólhat senki nagyon. De hogyha a családoknak adjuk oda ezt 15 forrást, akinek a léte függ tőle, meg a gyerekének a léte, a generációk közti kapcsolat határozza meg ezt a viszonyat, utolsó leheletéig, köröm szakadtáig végig, és nem adja oda senki. Hát nézd meg, nincs földpiac Nyugat-Európában, ezért nincs földpiac. Azért 10 millió forint egy hektár Ausztriában. Mert nincs föld. Ha lenne valaki kiöregszik és nincs, aki tovább vigye, azonnal rácsok a szomszédja is átveszünk el. És engedi a közösség a saját kezébe ezt az erőforrást. Így lehet csak megvédeni a földet is. A mai szerkezet hogy néz ki? Csak fölvillantom nektek. Fölborom. Az egyik oldalon van, összesen 13.400 mindenre társas vállalkozás. A másik oldalon vannak az egyéni gazdaság 566.000, ebben beleért az őstermelőket is persze. Tehát egyéni vállalkozás, őstermelők 1.406.000, és mellékfoglalkozás kiegészítő gazdaság 150-160.000 forint. Emellett van az ünnep háztárja, az egy külön kategória. Itt 1,1 millió ember foglalkozik valamilyen szinten a házkerületi gazdaságban. Társas vállalkozások 13.400. Ebből is a részvénytársaság 319, és ez az a kör, ami gyakorlatilag meghatározza a területhasználatba ezek játsszák a döntő szerepet. Azt mondhatjuk, hogy a társas vállalkozások, tehát ez a társas vállalkozói kör és az egyéni gazdaságok köre fele-fele arányban osztozik ma durván a földterületen. Hogy néz ki tehát a földhasználatuk? Itt a végén van az egyéni arányt látjátok, 49-50%, de 50% az egyéni gazdaság aránya, tehát 3.400.000 hektárt használ társas vállalkozóként és 3.000.000, közel 400.000 az egyéni gazdaság magánszemélyek által működtetett gazdaságot. Ez azért érdekes, mert ha megnézzük azt, hogy is néz ki ez a foglalkoztatási dolog. Nagyon nagy csúsztatások vannak a foglalkoztatásnál is, és azért gondoltam, hogy ezt muszáj megemlíteni. Ugye a statisztikák, meg akik a statisztikákra szoktak hivatkozni, az egyik a bérmunkásokra foglalkozni. Holott a mezőgazdaságnak nem a bérmunka az alapformája, az kiegészítő jelleggel használja a családi gazdaság. Akkor, amikor munkacsúcsok vannak, vagy hogyha olyan perspektíva van, hogy éppen többet lehet eladni, akkor nekiáll is alkalmaz bérmunkásokat is, de alapvetően az önfoglalkoztatás jellemzi a mezőgazdaságnak. A család dolgozik, a saját munkaerejét beteszi, és ebből végül nem bért fizet magának. Hát hogy lehet ezt kihagyni? Annál is inkább, mert ha megnézzük ebből a szempontból a kis közepes egyéni gazdaság, az önfoglalkoztatást és bérmunkát együtt tekintjük, külön is megvanít, hogy önfoglalkoztatás mennyi egy bérmunka, az önfoglalkoztatásnál teljes foglalkoztatásra átszámítva. Tehát átszámított egyenértékről beszélünk itt. Akkor azt látjuk, hogy 352.000-53.000, ez a teljes foglalkoztatási kapacitás az egyik gazdaság. Ebből bérmunka persze csak 20.900, és ezt szokta a Raskó is mondogatni, hát kérem szépen 80.000
főt foglalkoztat, látjátok a társadalmasági kör, és hát mit ad a szegény 20 ezer fővel foglalkoztat a másik kör. Nem ugye meg belőle a családot, hát ez nekünk ugyanolyan értés. Nem. Hát megélnek belőle azok a családok. És a foglalkoztatás már ez a lényeg, hogy meg tudjanak élni. Jövedelem ez összes, meg tudjanak élni. És ráadásul ez a mezőgazdaság alapformája volt nálunk és Európában is ma ez a formája. Foglalkoztatási kapacitás. Hát akkor nézzük meg, a kettőt elosztjuk egymással. Hát látjuk, itt eltartó képesség, hektár per fő. Ezek a tényadatok, a 2011-es tényadatok. Az agrárgazdasági jelentésben találjátok ezeket az adatokat. 9,5 hektár tart el egy főt az egyéni gazdasági körben. A társas vállalkozásoknál érthető, mert hát ő nem foglalkoztatni akar, hát kiveszi a hasznot. Hát az élő munka hatékonyságra hivatkozva 40,3 hektár tart el. Egy embert ad munkát, egy embernek a társas gazdaságnak. Tők is nagy kisbotnál, mondjuk így, akkor lefordíthatjuk így is. Ott csak bérmunkáról van természetesen, szóval ott menedzsment van, meg bérmunkáról. Arról nem is beszélt, hogy más az attitűd. Hát egy tulajdonosi szemlélet, bérmunkásokra nem lehet csak bérmunkásokra építeni egy polgári társadalmat. Egészen más mentalitású ember, akinek van valami hátát alatt, hogy a támasztani. Nincs kiszolgáltatva minden tekintetben, a hatalomnak, meg mindenféle rendszernek. Ezen kell ezt kezelni, hogy a paraszt ez biztos. Tehát hatalom technikai szempontból egy problémás kategória, hogy mindig is a kötődöm. Mert se az a paraszt, aki azt mondta, maga úr a paraszt. Nekem senki nem mondjon semmit. Majd én tudom. Karca, fordmezővásárhely, menjetek el azokra a tájékra. Nem minden itt van így, ahol nagy birtok volt, nagyon érdekes a dolog, ahol a cselédség vagy térmunkásság volt korábban is. Maradalmi a cselédek, az azt mondja, akarok én nem állom a belét. Adják meg, mit csináljak, aztán fizessék ki a véremet, aztán intézni vagyok vele. Érdekes ez a mentalitásbeli különbség, és ezt a jövőre vonatkozóan, ha itt értelmes stratégiát akarunk, akkor ezt mindenképpen figyelembe kell venni. De hozok nektek egy szélsőséges példát is. Hát, hogyha elmegyünk abba az érdekbe, az jó etalon örülmény. Erre csináltunk egy csomót elemzést. Mi történik, és kinek az érdekében áll ez? A monokultúrás kukoricatermesztés kell, mondjuk Dunaföldvári őrület. 100 ezer tonnás jó etalon üzem. 80 ezer hektár kukorica kell a környéken ahhoz, hogy ezt etetni tud, mert rengeteg biomasszát kell beletenni. De mivel állítod elő a biomasszát? Azzal az olajjal, nitrágyával, növényvédőszerrel, gépjunkával, méghozzá rengeteggel hektáronként, hogy sok legyen a biomassa, amit egy ki akarsz cserélni. A normálisak vagyunk. És rossz hatásokkal ráadásul. Ha most megnézzük a teljes foglalkoztatási kapacitását például ennek a bioetanol őrületnek, hogyha a 10% bekeverési arányt, amit az EU előír nekünk, teljesíteni akarjuk, és 7 tonna termés átlag esetén 237 ezer hektáron lehet előállítani ennek a nyersanyagigényét. Hát ezzel számolunk, a 237 ezer hektáron összesen 1400 főt tud foglalkoztatni. 1400 főt a bioetanol előállítást is beleértve, meg a monokultúrás kukoricatermesztés is. Tudjátok, mi kell? 8 óra kell egy hektár megműveléséhez a monokultúrás parszerű rendszerben. Semmi. Tehát, ha ezt vesszük így, akkor 174 hektár tart el, ad egy embernek. Hát most, ha korlátos az erőforrás, értelmes ez? Ha azt akarjuk, hogy foglalkoztatás legyen vidéken, értelmes egy olyan stratégiát követni, ami 174 hektáronként tud egy embert eltartani? Hát nem az, a kertészetben azt tudjuk mondani, hogy egy hektár egy ember. De az milyen is az intenzív kertészet, az a számtóföldi kertészet. Jó, nem lehet minden kertészetet csinálni, csak mondom a szélső értékeket. Hát ez ostoba, kifejezetten ostobaság, hogyha ilyesmire ráadásul csatornát csinálunk a Dunából, mert úgy kényelmesebb a befektetőknek, az amerikai, az angol, meg ír, meg nem tudom milyen befektetőknek, hogy kurcolják, föl lehessen menni tengerhajókkal egészen Komáromig. Ugye ez volt Huszár Kertás, és a nagy álma annak idején, hogy a Dunát azt kell átalakítani, csatornára tenni, hogy följöjjenek a tengerhajók egész ide. Pozsadik. És már tényleg gyorsítanom kell, mert aztán nem van időben foglalkoztatás. Birtok szerkezet, már ezt meg szeretném nektek mutatni. Hát miről beszél? Hát milyen birtokokról beszél? Mi az, hogy hatékony vagy tönkretesz jövedőgazdaság? Tessék megnézni az Eurostat példát. Eurostat 2011-es legfrissebb adatok, átlagos birtok méretet.
néhány kiemelt példa. Azt hiszem, ezek nem olyan országok, amelyek versenyképtelenek lennének a mezőgazdaságban. Lengyelország 6 hektár. Tessék mondani, hogy van az, hogy ez a híres, versenyképes nagyüzemi állattartás, mert most már csak ott van állat a szakosított nagy telepeken. Nem tudta megtartani magyarok, hogy nincsen otthon senkinek állat. Csak a nagy szakosított telepeken van állat. Hogy létezik, hogy ez a híres nagyüzemi mezőgazdaság olyan hatékony, hogy nem tudta a saját piacait sem megtartani itthon, és a lengyel tejmek hús egy időt elindult a piacot. Hogy csinálták a lengyelek? Akik soha nem adták föl a tradicionális parasztgazdálkodást. Szövetek. Meg az állam őket segít. Ez itt a dolgokat nyitja. Nem a kis mozaikok önmagukban állnak, hanem segítséget kapnak és szövetkeztek. Azért tettem Lengyelországot, és lássátok, nem csak arról van szó, hogy azok jó gépesítettek, tehát másolt a történelmet, hogy milyeneket szoktak mesélni a lengyelek. Velünk egy csatlakozott országunkban is ez a helyzet. Olaszország 8 hektár, Svájc az nem volt akkor, de ide tettem 17 hektár, Ausztria 19 hektár, Hollandia 25 hektár, ezek mind, hát Hollandia is egy nagyon gyenge agrárország, gondolom, 25 hektár, Berlin 29 hektár, Németország is egy nagy kérdésen gyenge, egyébként gazdaságilag is Európában szinte az utolsó. 46 hektáron produkálja Németország. 52 hektár Franciaország, a francia mezőgazdaság sincs sehol, hozzánk képest. 52 hektár az átlagos birtok, mint a Franciaországon 2011-ben. Nem amúgy. Dánia 60 hektár. Ez a teteje. Ezt jó napot ahhoz szokták mutatni. Még érdekesebb a nagy birtok. Ezt még azért szeretném mondani. Mit nevez Európa nagy birtok? Úgy számolja ki az Eurostat, hogy elindul a legnagyobb gazdaságtól, tudom én itt nálunk 12 ezer hektáros, bár a Csányán 16.700 hektárja van, tehát indulhatunk onnan is, ez az érdekeltség, ez ennyit, ennyi alapján lesz föltelve a támogatás, családi gazdaság, hát családi. Tehát elindul a legnagyobbtól, és kezdi összegedni, szummázza fölülről lefelé a gazdaságot, és amikor eléri a terület, a mezőgazdasági terület 20%-át arra mondja azt, hogy az a fölöttiek a nagy gazdaság. Ez éppen ezért egyes országokban más és más. Nem ugyanaz a nagy birtoknak a mérete, vagy a határ. Nagyon érdekes, hogyha így megnézed, hogy ez a felső 20%-ot hanyan használják, és mekkora méretűek ezek a gazdaság, mit nevez? Ezt nevez nagy birtoknak Európa. Nagy birtoknak. Hát sajnálja az 54 hektár. A nagy birtok. Mert mondom, 15 hektár körüljelben, hogy menjenek egy az elementáról, hát biztos járnak sokan arra. Hollandiában 135 hektár, nagy birtok. Berlin 150 hektár, Lengyelország 250 hektár, Franciaország 274 hektár, 274 hektár. És nem mondom, hogy azt, hogy Franciaország teljesen versenyképtelen, gondolom ebben a körben sem. Amiről beszéljük, Ausztria 295 hektár, Olaszország 337 hektár, Dánia 426 hektár, akkor itt van egy kis szakadék, az NDK-val sújtott Németországon a nagy birtok, ugye az LB-jük megmaradtak egyrészt a német területeken, tehát attól van, hogy a nagy birtok, a felső 20% az onnan jön, 1391 hektár akkor is csak a nagy birtoknak az átkor. És akkor megint egy nagy szakadék, aztán itt van Magyarország. Aztán nálunk már csak két volt szocialista barátunk, Csehország és Szlovákia, mi a barátunk. 3500 és 3900 hektárról. Oszt jól van? Ugye ezért kérdezi az ember, hogy hát hova csatlakoztunk ki? Hát a szabályozás is azért van, hogy majd lefölözés lesz és platformba igaz, bár most ugye megpróbáljuk megfúrni a nagyok, hogy ne legyen a Keping nevezetű dolog, ami azt mondja, hogy 300 ezer euró fölött senkinek nem adott támogatást, akár nem kell a bírtokat. És 100 és 300 ezer euró között egy sávos degressziót vezetek be. Hát mert ilyen bírtok méretek vannak, hát ez az európai modell. Hát lehet csatlakozni, akkor máskor kell csatlakozni, és van más elképzelésén. Európa vagy Dél-Amerika, hatékonyság versenyképesség. Itt a hatékonyságban még egy példát, 7 minunkban hatékonyságra egy nagyon szélsőséges példát szeretnék elmondani nektek.
Én is ezt tanultam, a 70-es év, 77-ben végeztem Gödöllőn. Az a csúcsa volt az iparszerű rendszerek fejlődése, mi állt a hatékonysága meg versenyképességük alatt. És úgy lehet technológiát hatékonyabbá tenni, a versenyképességük javítani, hogy csökkentem a költségeket, igaz? Van olyan gépünk a költségek, hogyan lehet csökkentve? Hát nézzük meg, hogy hol vannak veszteségek a gépi munkában. Például a veszteség van ott, amikor számítok és a tábla végén megfordul a traktor, nem? Mert kiemelem az ekét, megfordulok, leengedem az ekét. Semmi hasznosat nem végzett, de a bérét kell fizetni a traktorosnak, tévét kell utána fizetni, amortizálni, vagy az üzemeltetőség. Megette a fel. Hogy lehet akkor ezen urrá lenni? Ne forduljon meg a traktor. Mi a fenének fordul? Nem? Hogy lehet ezt elérni? Meg lehet ezt oldani a társak, hogy ezt szokták mondani. A techno-optimizmus kérdezem. Persze. Vonjuk össze az alapföldet egy táblát. Elindult ez a folyamat. Hát a dombvidékeken 500 hektáros nagy dombokat alakítottak ki, hogy egyben mindenhető legyen. Ne kelljen forogni annak a nagyképnek. Az embereket kitelepítjük, a folyókat ezt a rettet dózarolni, meg a fákat kiirtani, magunkban van minden. És hogyha mindez megvolt, összevontjuk az egész alapföldet, nagyon-nagyon hatékony lesz a gépünk. Mert 1000 méter munkaszélességben nyugodtan lehet 5000 óra is akármilyen gép, sőt a végén traktorus se kell hozzá, mert a GPS Precision Farming címmel elvezéli azt az egészet, a traktoros is menjen haza. És akkor ülnek az emberek a tábla szépen az alföld szélén, kell egy kis ugye, panelházépítési program, ez egy kicsit Ceausescu-s beütésű, Románia. Kitelepítjük a parasztot a tábla szélére, kell egy kis alprojekt ehhez, amit talán úgy nevezhetnék, hogy kocsma alprojekt, mert ugye segélyeket fog kapni, és a szóval meg kell küldteni, és ül a kocsmába kicsit delíriumos állapotban, és nézzük, milyen hatékonyan járkálnak föl alá ezek a gépek, igaz, hogy csak egy hetente jön vissza. Mert egy irányba tud menni. Sőt, közben föl lehet küldteni üzemanyagban is, hát ugye a helyre, vagy nem tudom melyik vadászgép, az már olyan, hogy döntébe föl lehet küldteni. Nincs határa a hatékonyság. Sőt, hát gondoljatok bele, ez egy nagyon jó felület a gömb. De itt elindul az ember fantázia. Ennyinek állva egy ország ezen. Annál hatékonyabb nincs, mint a törbe jár a földet. Ez a hatékonyságnak a csúcsa. Csak mivel jár ez az emberekkel, közösségekkel, környezetekkel? Így miközben a gépünk a hatékonyság, és ezt az egész termelés hatékonyság rendkívül lesz. Nesze neked hatékonyság és versenyképesség. Kinek a hatékonyság, és kinek a versenyképességét beszélünk, ez azért nagyon fontos kérdés. Miért? A közösségek menjenek előre? Vagy pedig van egy befektető csoport, akinek a december 31-i osztalék szerint kell berendezni az élet. Ez egy nagyon nagy kérdés. Kis közepes gazdaság szövetkezés, ezt kell hasonlítani. Itt egy birtokméret kategória, itt fogom hagyni ezt a PowerPoint-ot. Utána akar nézni, és gyors volt a vetítés. Tehát számítás vegyes gazdálkodás esetén mit is jelenten egy normális európai léptéki méret kategória? Mikro kis egyéni gazdaság, kis gazdaság, középgazdaság, nagy gazdaság, ne kérjétek számon rajta ezeket a költemények. Azt egy külön történet, ha erre kérdés, mert szívesen kommentálom a költemények is. Kertészet nyilván művel is jártól is, tehát egy ostobaság, sőt attól is függ, hogy hát milyen aranykorna értékű területen gazdálkodók, hogy hány embert tud eltartani. Tehát az önmagában, hogy hány hektár az nem, de ha minden állam akarunk hektárt, akkor legalább mivel is járjunk el kell különíteni egymást. És átmeneti idő kell, nyilván a mai folytok szerkezet nem ilyen, láttuk milyen, kell egyfajta átépítési időszak, de ki kell tudni, mit akarunk. Hát akarjuk ezt az európai rendszerre, nem akarjuk. Nem akarjuk, akkor ki kell lépni egyrészt az euróból, annak sok előnye lenne egyébként. Másrészt pedig hát kell keresni olyan partnereket, lehet a volt Szovjetunió felé csatlakozni, vagy lehet én Amerika felé, Afrika felé csatlakozni, de vannak még irányok, ahova lehet csatlakozni, csak éppen Európához nem. Na, itt ugye fontos dolog lenne a demográfiai főprogram, ha elhatároztuk, hogy felé megyünk. Ezt azért mondom itt nektek, mert hát ugye itt fiatalok körében vannak is, ez kifejezetten a fiataloknak szólt, a költörvényben nem szerepel sajnos ez a dolog. Módosított programok is próbáljuk végig konzertensen, elővásárlási előhaszonvédelmi jogot. Kinek? Fiatal párokról, házas párokról van szó, és mindjárt szeretném beszélgetni, hogy különböző neműek legyenek a tanácsadás. Na már ezt muszáj elmondani. Mert ráadásul az a cél, és azt mondjuk, hogy olyan fiatal házas párok, mint vállalják, hogy letelepednek hozzá tudnak, és vállalják azt, hogy két vagy több gyereket világoznak és tisztességgel fölnevelnek,
akkor számunkra nagyon kedvezményes feltételek az állam, nála lévő mint 500 ezer hektárból. Földet biztosít, ott a családnak szomszédságában van egy tanya, legyen meg az életkezdési támogatást, ebbe állapodtunk 3 millió forintra a miniszterelnökről annak idején. Egy hitelprogram, egy 20 utában hitelprogram, kamatátvállalás az állam részéről is. És türelmi idő 3 év után kell kezdeni. Sőt, hogyha ezt kolóniában csinálják, tehát többen gondoljátok, hogy érdemes, mondjuk valamelyik Krogertől visszaveszünk 5000 hektárt, a hagyóságban is van például egyet, hogy szintén ingyen használt 5000 hektáros aszaltat, hogy örüljük, hogy megművelik. Visszavenni egy ilyen nagy blokkot, és ott kolónia szerint csinálják a fiatalok, akkor egy állami inkubáció járna ezzel. Piacfinanszírozási támogatás, a szövetkezés támogatása, szaktanácsadás, segítségnyújtás, az első időszakban be tudjanak indulni ezzel. Ez a demográfiai főprogram. Nem akarom most külön idehozni, hogy a földbérletek ügyeinél hova is kerülnek ezek a földek, de ha kell, akkor erről beszélek. Azután ezt nem tudunk állni most. Földvásárlás, műtőfejlesztési támogatás. Tehát a lerongyolódott magyar családok is hozzájussanak az, hogy egyetlenek földet vásárolni, megjelenhessenek a földpiacon, legalább valami esélyünk legyen ajánlatot tenni a földre. Állami földvásárlásról volt szó, és ez még talán meg is van, tudom, hogy a miniszterelnök is még ragaszkodik, hogy tudjék, valós viszonyok között az állam nem eladta meg inkább vásárolt. Aktív szereplői a földpiacnak, ez egy picit haj az a Szent Koronaféle elképzelésre emlékeztek, hogy ez a Szent Koronája a föld. Csak itt az állam lenne az, aki vásárol, amíg a spekuláns tőke egy spekuláció lenne cseng. És azonnal adja tovább azoknak a célcsoportoknak, a családoknak, akiket helyzet akar hozni. Tartós földbérletre. És mindaddig vásárol inkább az állam és nem elad, amíg le nem csillapodik ez. Ugye 200 és 2 millió forint közt van ma Magyarországon egy hektár földnek az ára. Kelet-nyugati gradiens van, tehát növekszik nyugat fel, és hát a városok körül is egy kicsit magasabb az ára. Ausztriában meg mondom 10 millió. Mondjuk ezt egy szép keresztszámot. Ez az 50-szeres földárbeli különbség eléri az inger köszöbetek a spekuláns tőkénye. Tehát amíg ez a fajta különbség valamilyen módon nem normalizálódik, addig az államnak aktív szereplőként részt kell munkát venni a tőkéhez, és vásárolni kell, ez volt az eredeti elképzelés. Jogi szabályozás. Ugye itt a földtörvény, földforgalmi törvény, ugye kiherélve egy került ide, mert három törvénynek így kellett volna jönnie. Ugye a földforgalom törvény az utolsó lett volna, mert először az üzemszabályozási törvényt kellett volna megalakítani, megalkotni, vagyis hogy kit, mekkora és hány birtokot tartoznak ki. Az általában egy és korlátos méret. Ide kellett a családi gazdaságról szóló törvény, ami is talán készült, és a végén kellett a földforgalmi törvény, de az, hogy az uralkodókat jobban izgatja a forgalom, mint maga az üzemszabályozás vagy a gazdálkodási része. Talán nyárra, most úgy tudom, hogy nyárra ezek utolérik egymást ezek a törvények. Tehát valahogy nyáron léptetné illetve a kormány ezeket a földügyi törvényeket, ezt a csomagot. Lerövidítve azt az időt, amíg ugye mindenki elrendezi aztán ugye a régi rendszer szerint. Mert ez a legkényelmesebb, a másfél éves időszakot vagyok, és akkor kiki, ha nem tetszik neked, úgy tört földtörvény, beírheti magának a 20 éves szerződéseket. Megvásárolja a földeket, amit még most szabadon lehet, és utána még azt, hogy egy kérem szépen jobb biztonság visszamenőlegesen semmit. És hátradőlést mosolyog azon, hogy mit is előződik a földtörvényt ezekkel a limitekkel. Nemzeti vidék stratégiáról. Azt tudom mondani, hogy végig az országot és konszenzus volt. Egy egészen szűk befektetői körnek nem tetszett, persze. Mert hát ezekről szóltak, hogy beszéltem. Tulajdonképpen azt mondom, hogy majdnem, mint a GMO-nál sikerülne egy teljes konszenzust létrehozni ebben az ügyben. Annyira triviális, hogyha a közjog szempontjából vizsgálnak a kérdést, akkor föl sem lehetnek, hogy mást kéne csinálni. Március 28-a keletkezésével az erről szóló kormányhatározat kihirdették. Nézzétek meg! Az a vidék stratégia, nem kell mást csinálni, hogy számunk kérni a kormányon saját vidék stratégiát. Ezt teszem tulajdonképpen, nem teszem semmi más. Ezt kormányhatározottan, ezzel a kormányhatározottan kihirdette. A szerkezetét illetően nemzeti programok kapcsolódnak hozzá. Hát nézzétek meg ezt a szerkezetet, én most erről külön nem akarok beszélni. Nagyjából ezeket a csomópontokat fogalmazza meg. Tehát ez átfogó cél, ez a népesség megtörtő
népességi eltartó és megtartó képesség, erőforráshoz kapcsolódó képesség, eltartó megtartó képesség, a fenntarthatóság, a terület és társadalmi kohézió és a városvidék kapcsolatok kérdésköréhez kapcsolódnak ezek az intézkedések, horizontális szempontok. A stratégiai célok is, tulajdonképpen azok, amiket beszéltem, most nem akarok részletesen, mert minden nagyon előrehaladt, és vannak stratégiai területek, amit látjátok, és ezekhez a területekhez kapcsolódik 41 néhány nemzeti program. Például a demográfiai program, amit az előbb mondtam, amit folyamatosan meg kéne vezetni, hogy a stratégiánkat ma mi magunk komolyan veszünk. Mert a stratégiai program is van, a térségi programok is. Folyó völgyekre például másképp kéne használni, és az is ilyen területen. Hát a végén felé közelőbb, most ugye a megvalósítás fontos dolog. Tehát a stratégia annyit ér, amennyi megvalósít előre, én azt gondolom, hogy érdemes elolvasni a stratégiát, és egyszerűen hát kérdezkedik-e folyamatosan, hogyha esetleg nem menne. Figyelni kell, segíteni kell, ha arra felé mozog a dolog. Én is így vagyok ezzel. Tehát minden olyan dolgot segítek, ami a közösen meghatározott nemzeti vidék stratégián irányában mutatom, hogy minden olyan dolgot segítek. Ilyen összetűntői a formában. Figyelmeztetni, ha nem arra tartanak az ügyek. Ez is fontos. Őszintén, egyenesen kell beszélni. És szembe fordulni rá a hatóságokat. Körbeleteket köszönöm én is. Még meg kell kérdezni azt, hogy van erre minden esélye, hogy egy állandozó ez a baj. Bár, hát nem tudom, mennyire sikerült megmutatni, hogy Európában ez a nekik valahogy számot fejjön nekik. És viszonylag normális körülmények, nem hiszem, hogy nyomorognának Ausztriában, mint egy emegyetek, vagy akár melyik országot lesz. Hát itt egy bátorság, hogy kellene ez, hogy ezt a fajta váltást, mint ahogy a politikában is egy rendszerváltásra lenne szüksége, viszont alapokra kéne az egész rendszer helyezni, hogy az előbb próbálja kérdezni. Tehát akár ennek a vidékstratégiának megvalósítása is így bátorság ez kell. Különösen abban a közegben, Adi 1912-ben két nagyjóban is olvassák el, én nem régen találkoztam vele, és szerepel a vidékstratégiában, hogy nagy örülök, mert ezt a kormány maga jól állt, ezt a készültetőt. Mindig, ott vannak a vidékstratégia végén, olvassák el. Adi a következő két 1912-ben, és hát szembennek megborzongva hátra. 12-ben, tehát 100 évvel ezelőtt pontosan, seregesen senkik jönnek, megragolnak, elpusztanak, vonja a szabadat. Hát, ja Isten. Honnan tudtak, hogy akkor is így volt? Még ilyen körülmények között is. Magunkban kell, hogy a sportban is elveszíti az ember azt a meccset, vagy azt a számot, amiben nem hiszem, hogy magasabb tud győzni. Hát az az első, hogy én magam legalább elhiggyem, hogy van esélyem arra, hogy megcsinálom. Ha nem, akkor biztos az idegen. És hát egymásban is. Ugye ebben van a legnagyobb deficit, a bizalom az ember közti bizalom, a társadalom szétesettsége, a közösség fölbomlása, ami nem véletlenül következett, de tulajdonképp itt van a legnagyobb deficit. Vas Albert, tehát hoztam még ide, ez is szeretem egyébként a vidék stratégiában, tehát jegyzik azok a Sándor miniszter, úgyhogy én a nagyokat idézem. Vas Albert azt mondja, hogy az nem csak van. Világ fölött örködik a rend. És nem lesz magja a nemes rabonának, de híresen lesz egykor a családnak, az idő lemarja a gyomokat. A víz szalad, a kő marad, a tő marad. És még valamit hozni, bátorság. Bátorság, a kiállás bátorsága. A tiszta, egyenes beszéd bátorsága. Ez Máté Evangéliumában van. Így hangzik. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amelyet fényed előbe. Sem titok, amely ki ne tudodnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt én mondjátok el világosban. És amit fülbe súgva hallottok, hirdessétek a háztetőkön. Ez a fórum azt hiszem egy ilyen oka. Nem kell más. Csak amit a lelkismertünk szerint érzünk és tudunk, azt arról meg muszáj beszélni. Nyilván mindig más helyzetben van, és nem olyan mértékben teheti ezt meg, de anélkül, hogy egyenesen világosan beszélnénk a
dolgaink, az értékeink, a jövőnk, a feltételéseinknek nem lesz itt semmi közösszönni. Egyfajta kibeszélés, elköltsük meg mindenás. Új rend fölépítése nélkül nem hiszem, hogy lenne jövő. Nem nekem, mert ha jelentem 60 éves, akkor hanem olyan érdemes lesz az egész ügyet. Nem hagyni, annyi van. Köszönöm figyelmet és a kérdéseket. Köszönjük szépen, és akkor most jöjjenek a kérdések, amiket kikérdezetek. Elsőként arról szeretném kérdezni a professzor urat, hogy hogy látja a jövőjét egy év múlva, 5 év múlva és 2014-ben. Ez most a saját jövőre vonatkozik, vagy az ország jövőjét? Hát én azt gondolom, hogy hogy egy értséget hoztam egészként, talán ez kapcsolódik, és ezt jobban meg lehet érteni. A Vidék magazin egy elég hosszú interjút közölt, amiben egy-két dolgot sikerült elmondani. Hosszan előtt néhány példát, akik érdekelt, sok mindennek utána tudni nézni, hogy hogyan alakultak a dolgok, hogy miért alakulnak így a dolgok. Meg az előadás is kapcsolódik. De ami azt illeti, én pillanatban nem teszek más, mint amit is jeleztem nektek, amiben mi megállapodtunk, amiben az emberekkel megállapodtunk, még a választások előtt, azt kérem számon a saját formáim. Még úgy láttam, hogy ezt belülről nem tudom megtenni, felálltam, és azt mondom, hogy szépen, innentől ez így nem vállalható, mert nem arra megy a dolog, mint amire megállapodtunk. Nem csak azért baj ez, mert szakmailag is hibás, meggyőződésem szerint, hanem azért, mert az erkölcsi hatása az elképesztő. Szóval a szavunk hiteléről van szó, a böcsületünkről van szó, nem 20 ezer hektáron mondjuk, hogyha vérbeadást lesz. Hanem a politika, az emberek hitelességéről, akik részt vesznek, azoknak a hitelességéről van szó. Tehát én azért álltam föl, mert úgy láttam, hogy ez a két dolog nem stimmel. És ez szakmailag nem helyes, amerre elmondjuk a dolog, és ellentétes azzal, hogy döntöttem, hogy kell megbeszélni. Ki fogok várni egy évet mindenképp. Tehát szeretnék egy évet adni arra, hogy megpróbálni megfordítani ezt a keret. Nem sok esélyem van, mert ezt megvan a tökőszintén. Tehát, hogy visszafordítsuk abba az irányba, amit egyébként a márciusi kormány határozott vidékstratégiát, mint ígérdetett. Mert a lépések meg nem elmutatók. És a földtörvény lesz részben a földtörvényleti rendszer, ahol hát döbbenetes, csak azért példaképpen mondom nektek, hogy miről szól a kommunikáció és milyen tény. Nem véletlenül készítettem ezeket az elemzéseket, mert ne beszéljünk mellé, nézzük a tényeket. Az NFA a nemzeti föld alap honlapján középen szerződések részletes feldolgozásával 3-4 teljes körűen feldolgozta. Az az 1024 szerződés, amit a miniszter úr emleget mindig, hogy 1024 család művelni a földet, az blöff. Ezt nyugodtan mondom nektek. Mert akkor úgy kell kezdeni, persze lehet így is mondani, hogy az első 30 az a csákrániak. A négy család. Az első 30 szerződés. Aztán a következő 25 szerződés az a Mészáros Lőrincé Felcsút polgármesterének családjáé. Lehet sorolni a családokat, hogy a Mészáros család, a Mészáros család, a Mészáros, 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 ezek nem külön családok. Ennyi szerződést kötött az NFA, ennyi blokkot adtak bérbe. De van, aki ebből 25-öt, 30-at, 10-et, 15-öt megszerzett. A három megyed teljes körű földolgozása azt mutatja, hogy 24 ilyen érdekeltség szerezte meg a területek 80%-át. És akkor vannak a szerencsétlenek, akiknek odalépnek 5 hektárokat, és az jön a televízióba, kiáll vele a miniszter úr, és szinte könyvfakasztó a dolga, majdnem sírva fakad az ember, mikor látja, hogy a kismama, mi a karján ott a csecsemő, és hogy mennyire nekünk adjuk a földet. És ő szerencsétlen, persze örülnek, és akkor elmondja a televízió, hogy hát milyen jó, korábban megkaptunk, de most megkaptuk, hogy milyen hálásak vagyunk ezért az 5 hektárt. Ez 1300 hektárt itt el a másik a háta mögött. Amiről meg nincs szó. Mert ez az, amit azt mondom, hogy a szavunk hitele. Én megpróbálom részben a földéleti rendszert világossá tenni. Karácsonyra a következő elemzést szeretném letenni, ahol eddig 55%-ban az összes területet földolgoztam, amit bérbeadtak, és megyik tovább ezekkel. Tegyük ki, aztán ki kidöntse el, hogy most akkor mi a helyzet.
Hát részben a földbérleti pályázatok állapotától teszem függővé, illetve a földtörvénytől, ami történik a továbbiakban. Ha vállalhatatlan lesz, akkor ki fog lépni a frakcióból. Függetlenként szeretném folytatni, hogy ilyen személyes tényleg a kérdés. És aztán meglátjuk, hogy az élet mit produkál még. Nem kell elvállalni olyan ügyeket, amelyek vállalhatatlanak jó lett ismerettel. Addig kell vállalni, amíg van esélyed arra, hogy a felvételed, amit tényleg jó lett ismerettel vállalni. Szóval, amikor ez az esély megszűnt, onnantól kezdve nem kell vállalni. Példát mondok nektek, Schwab János volt nekem a konzulárisan a doktor kandidátusainál, a biomédel volt professzor, és az akkori főnököm írt egy cikket, én írtam neki a cikket, hogy ez neked igen, mert az ugye a tanulságon hátulról borús voltam, és megcsináltam az elemzést, és én hittem akkor az egészbe, közösen publikáltunk volna a professzorommal, az intézeti igazgató professzorral, és bevittem ezt a kéziratot, majd büszkén a professzorom, és a professzor azt mondta, hogy dobjunk rá egy tornát. A teljes elemzést emeljük meg egy tornára, mert alacsony a szín. Nem mondom a nevét, mert nem az a lényeg, és csak az eset. És akkor Schwab János mondta nekem, akkor se vállalod, ha nem tudom én kivel tudsz publikálni. Olyat, amit jól lehet ismerettel, nem tudsz vállalni. Nem szabad semmit, nem szabad asszisztálni a biztonságot, itt kezdődik a itt kezdünk, és azóta is szégyellem magam, mert végül állítok egy tonna. Mert nem én döntöttem el, hogy a szólás meg minden stimmel, csak hát az átlag egy kicsit magasabb ennyi. Szégyellem a dolgot, nem mondtam meg melyik cikk, hogy nagy. Sörhápás cikk. Tehát én ettől teszem függővé, mi történt. Nem tudom most megmondani, hogy mi lesz, de én szeretnék az emberek szemébe nézni. Ez egy nagyon fontos dolog, higgyétek el. És reggel nem szeretnék letöltösni magam minden reggel. Ezek a fontos dolgok az életben. És hosszú távon nézzétek, amikor úgy tűnik az ember életében, hogy hát kudarc, tényleg összedőlni látszik minden. És akkor utólag kiderül, hogy az volt az egyetlen jó megoldás. És valószínűleg nem is csak magad voltál, hanem magad is el is kiemelt mondani, és azt mondta, hogy arra menjünk haza. És összeomlasz, és véget van, és tényleg nem tudod fölépíteni újra magad, és mégis kiderült volna, hogy az volt az egyetlen helyes jó megoldás, ami akkor csődne katasztrófán. Úgyhogy így, nem tudom ez. Erről olvashatok egyébként itt. Még egy kérdés nem maradt idő. Azt szeretném kérdezni a professzorúktól, hogy milyen véleménye mostani sertésprogramról, erről nem esetleg most. Hát igen, amikor bekerültem a minisztériumba, akkor már mindjárt az elején, nem is akárkitől, mert az sem mindegy, honnan kapja az ember a muníciót, kaptam egy úgynevezett vidékstratégiát, attól a körtől, akik itt ilyen hát vidéket húzottak, mint kiderült, onnan számított ez a vidékstratégia, és akkor azt mondtam a miniszternek, hogy elolvasva ezt, mert odaadta nekem, hogy nézzem már meg, hogy mi szólok hozzá ügyenetben, csak azt mondtam, hogy hát ülj vissza, kíván sok sikert, ezt intézik el a piacon, ebben az államnak nincs dolga. Ez az adott cégnek a üzleti terve. Most úgy látom, hogy a sertés stratégia nagy részt most visszatér oda, hogy bizonyos körök üzleti tervei szerint ez közpénzeket, meg jogszabályi környezetet rendel. Miközben persze itt is vannak ilyen fedő elemek, tehát nem tudom, háztály is, egy boca, egy porta, vagy nem tudom, ilyenek is vannak persze. De ezek csak ilyen fedőnevek, ezek a paravánok, ami mögött én úgy látom, mint hogy úgy éreztem magam, amikor bemutatták a mezőgazdasági bizottság ülésén nemrég ezt a kormány által elfogadott sertés stratégiát, mint hogyha egy termelési értekezleted lennék, egy TSZ-ben voltam egy két helyen, vagy állami gazdaság. Hogy lehet hatékonyabbat tenni azt, amiről beszéltem is. Tehát nagy részt erről szól. Hogy lehet alapanyagból ellátni majd az uraknak a nagy kapacitásait, mert ők mennek majd aztán keletre és adják el a cuccot hungarikumban. Tehát hogy lehet alapanyag termelést megteremteni ehhez a fajta stratégia, de nem lesz több foglalkoztatás meg egyébként. Hát én szkeptikus vagyok, miközben hát persze vannak benne olyan elemek, amik vállalhatók. Vannak ott szó, van ott szó, és van a sokról is, meg a fejgazdálkodás is, meg a mindenfélében van szó.
De a fő sodorvonal, meg az egész retorika, ahogy ezt előzette a helyettes államtitkár a bizottság előtt, mondom, erre emlékeztek, ugye, dejavú érzésem volt, hogy tenni is értekezettem vagyok, és nem egy vidékfejlesztés közegével ágyazott agrár fejlesztési stratégiáról van szó. Tehát nekem a magánvéleményem nem dolgok van. Sajnos nagyjából lejárt az időm. Szeretném megköszönni Enyhe József professzornak a remek előadást, ezek pedig a részvételt. Reméljem, hogy még hallgatjuk önt közeljövőben előadnál. Köszönjük szépen! Köszönjük.